Friss gazdasági hírek itt a Vállalkozz velünkben, köszöntöm Önöket! A kormány 5%-ra emelte a Széchenyi beruházási hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi önerő kiegészítő hitel és a Széchenyi támogatást megelőlegező hitelkonstrukcióhoz biztosított kamattámogatást idén május 1-től. A kedvező finanszírozási lehetőségek hozzájárulhatnak a hazai kis- és középvállalkozások beruházási kedvének növeléséhez, ezzel támogatva a magyar gazdaság fejlődését. A jelenlegi jegybanki alapkamatot meghaladó mértékű kamattámogatásnak köszönhetően a magyarországi cégek kevesebb, mint havi 0,4%-os kamattal juthatnak hitelhez május 1-je óta. A vállalkozások kedvező fejlesztési hitelhez jutási lehetőségéről tartottak előadást a megyei iparkamaránál. A 2002-ben indult kártyaprogram keretében eddig 185 ezer hitelügylet jött létre, a kihelyezett hitelösszeg pedig elérte az 1200 milliárd forintot. Úgy gondolom, hogy a mai helyzetben fontos a vállalkozók részéről felesussanak, és végre elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon viszonylag elfogadható kamattal hozzá tud jutni forráshoz. És eddig a vállalkozók panaszkodtak, egyrészt, hogy kevés volt a forrás, másrészt pedig magas a kamat. Most az új Széchenyi kártyaprogram keretében beruházási hitelhez az állam ad 5%-os kamat támogatást. Ez azt jelenti, hogy ha ma egy vállalkozás éves szinten durván 5%-ot tud forráshoz jutni, én tudom, hogy mit jelent az, hisz korábban ezek a számok mind kétszemélyek voltak. A népszerű program sikeres folytatása érdekében a kormány 2013. május 1-től évi 5%-pont kamattámogatást biztosít. A Széchenyi beruházási hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi önerő kiegészítő hitel és a Széchenyi támogatást megelőlegező hitel teljes összegéhez az adott ügylet futamidejének első 3 évére. A 3 konstrukcióhoz továbbra is kapcsolódik a hitelekhez nyújtott készfizetőkezességvállalás díjának 50%-ig terjedő állami támogatása. Május óta a már meglévő Széchenyi kártyás vállalkozások is ezt a megemelt 5%-os mértékű kamattámogatásra jogosultak. Ez ugye azt jelenti, hogy a mostani 2%-hoz képest egy 50 milliós beruházási hitel esetén ugye most 0,3%-os hami kamatról tudunk beszélgetni, ami akár a futamidő alatt több mint 1,5 millió forint megspórolt kamatot is jelenthet az egyes vállalkozásoknak. Én azt gondolom, hogy ez jól mutatja ez a fajta fejlesztésorientált elkötelezettsége a gazdaságpolitikának, hogy egyrészt ugye cél a hazai beruházásoknak az ösztönzése, az elmaradt fejlesztéseknek a felpörgetése. A már 11 hitelintézetnél forgalmazott Széchenyi kártyaprogram részben az állami kamattámogatásnak köszönhetően lett napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. Az olcsó hitel lehetővé teszi a válság miatt elhalasztott beruházások elindítását, a gépek eszközök korszerűsítését, és tovább növeli a kis- és közepes vállalkozási szektor uniós pályázatokon való részvételének esélyeit. Üzletember találkozókat szervezett a nyár folyamán, és szervez folyamatosan is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A kamara főtitkára elmondta, egy pályázatnak köszönhetően 3 megyebeli delegációt tudnak küldeni Csehországba, Szlovákiába, valamint Romániába. A 2-3 napos utazások célja, hogy a szabolcsi vállalkozók megismerjék a külföldi jó példákat, ezzel elősegítve az üzleti partner kapcsolatok kialakítását. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 3 üzletember találkozót szervez a megyei kereskedelmi és iparkamara. Prága-Pozsony, a két várost és gazdaságát egy út alatt ismerhetik meg megyén gazdálkodó szervezetei, majd Nagybánya, végül Eperjes következik. A cél, hogy külföldi üzletkapcsolatok szülessenek. Maximum 10 millió forint pályázható egy-egy kamara által. Mi eddig 6 millió forintot merítettünk ki ezzel a 3 úttal, és bízunk benne, hogy még a 4 millió forintra is tudunk majd a későbbiekben beadni pályázatot. Ami a 2-3 napokat érinti, az azt jelenti, hogy körülbelül 20 fő vehet részt egy-egy ilyen programon. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a 3 programot nézem, akkor 60 gazdálkodó szervezet számára adunk egy olyan lehetőséget, hogy üzleti kapcsolatokat építhessenek ki. Hiszen az egyik kötelező feladatunk az, hogy az üzleti partner közvetítést segítsük elő, és ez a program szerintem alkalmas arra, hogy ennek a feladatunknak, ha részben is, de eleget tudjunk tenni. A külföldi találkozókra még lehet jelentkezni, részletes tájékoztatásért keresse fel az Iparkamara hivatalos honlapját.
A Vállalkozz velünk mai adását pedig azzal folytatjuk, amelyet lehet, hogy kevesen tudnak, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara nem csak a vállalkozásokra, hanem magukra, a fogyasztókra is odafigyel. Hogy miért mondom mindezt? Működik a kamara mellett egy békéltető testület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelynek a elnökét itt köszönhetem a stúdióba, Gönömbeiné Balmasz Katalint, kezét csókolom. Kezdjük azzal, hogy a fogyasztók hogyan fordulhatnak önökhöz, és az első háromnegyed évben milyen kimutatást tud a nézők elé tárni. Mivel keresték meg önöket? A békéltető testület egy fogyasztóvédelmi alternatívita rendezési fórum. Elsődleges célunk az, hogy megpróbáljuk a vállalkozás és a fogyasztók közötti vitás ügyet elsődlegesen egyességgel rendezni. Ha ez nem sikerül, akkor valamilyen döntést hozni ebben az ügyben. Írásban lehet hozzánk fordulni, és feltétele ennek az, hogy előtte közvetlenül megkísérelje a fogyasztó rendezni a jogvitáját a vállalkozással, és ezt bizonyítania is kell. Hogy milyen statisztikákkal érkezett a stúdióba? Ugye az első háromnegyed évről készült egy kimutatás. Januárban gondolom, hogy többen fordultak, hiszen a karácsonyi vásárok után többen cserélnek, és akkor nyilván nagyobb a konfrontálódás, de a számok magukért beszélnek, így öntől kérném, hogy tájékoztassa a nézőket. Igen, minden évben vannak áthúzódó ügyeink, ez természetesen a vásárlás karácsonyi dömpingje okozza. Idei évben is az első negyed évben 76 megkeresés érkezett, utána jött egy csendesség, ez a nyári szabadságolásokkal van összefüggésbe, ekkor 23, és a harmadik negyed évben pedig újra beindult az élet, ez már a nyár második fele, illetve a szeptember, ekkor pedig már 56 megkeresés érkezett. Hogy ezek közül érdemi döntést, amikor tehát valami vagy egyesség, vagy kötelező határozat, vagy ajánlás született, az első negyed évben 45-öt hoztunk, a második negyed évben 12-t és 25-öt a harmadikba, és az a sajnálatos, hogy sok olyan fogyasztói ügy van, amit el kell utasítanunk. Ez elsősorban nem mindig azért van, mert a fogyasztónak nincs igaza, hanem mert ez egy egyszintű vitarendezési fórum, és ha a fogyasztó nem tudja kellően alátámasztani az állításait, akkor sajnos csak a hozott anyagból tudunk dolgozni, ahogy szoktam mondani, tehát ha nem bizonyítja, akkor nem tudjuk elfogadni. Röviden mindenképpen el kell, hogy mondjuk a nézőknek, hogy hol lehet keresni önöket, tehát hol elérhetőek Nyíregyházán vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? A Kereskedelmi és Iparkamara épületében működik a békeltető testület, attól függetlenül egyébként, tehát ez az ország 20 pontján van hasonló. El lehet bennünket írásban is érni, tehát postai levelező rendszeren vagy levelezés útján, valamint van e-mail címünk is, ez a bekeltetés@szabkam.hu. És természetesen telefonon is adunk felvilágosítást. A kereskedelmi és iparkamarák szerepe tavaly a szakképzéssel megváltozott, nagyobb hangsúlyt fektetnek, jobban bele tudnak szólni, hogy az egyes szakmák gyakorlatorientáltak legyenek. Innentől kezdve pedig az ezt megelőző, ugye a pályaorientáció, amely idén januártól hangsúlyt kapott, nagyobb szerephez jutott, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Köszöntöm a stúdióba Bohács Józsefet, a szervezet tanácsadóját. Mit kell tudni januártól? Miért fontos ez a pályaorientáció? Miben más, mint eddig? Talán abban változott meg, hogy eddig leginkább a nyolcadékosok foglalkoztak a pályaválasztással. Mi pedig szeretnénk már egy kicsit kijebb tolni, tehát a hetedikeseknek, hatodikosoknak is szeretnénk már olyan lehetőségeket teremteni, amivel a kamarához tartozó szakmákat megismerhetik. Ez azt jelenti, hogy különféle pályaorientációs rendezvényeket tartunk, ez lehet egy osztályfőnöki óra, lehet egy üzemlátogatás, vagy akár a napokban folyó mi a pálya című pályaválasztási napok. Tényleg testközelbe szeretnék hozni ezeket a szakmákat. Eddig azt jelentette, hogy ilyen kiállítások voltak, ott leginkább az iskolák mutatkozhattak be. Mi azt szeretnénk, hogy magát a szakmát ismerjék meg. És nagyon megdöbbentő volt a munkám kezdetén, hogy például voltak olyan diákok, akik mondjuk a
saját szüleik szakmáját nem ismerték, hogy egy hétköznapjuk hogyan telik. Mi megpróbáljuk ezt úgy elérhetővé tenni, hogy most például ezen a kiállításon, ezen a rendezvényen a gyerekek megnézhetik, kézbe foghatják az eszközöket. Tehát például egy gázkészülék szerelő megnézheti a kazánt, megnézheti, hogy hogyan rakják össze, vagy éppenséggel a hiány szakmákat is kiemelten kezeljük. Ezeken a rendezvényeken megpróbáljuk a Szabolcsban meglévő hiány szakmák felé terelni a fiatalokat. Mert hogy milyen hiány szakmákról beszélünk, és ugye az is kérdés, hogy maguk a vállalkozók, vállalkozások, cégek, üzemek mennyire nyitottak erre. Ugye azt már a felvezetőmben elmondtam, hogy a szakképzés terén szorosabb lett a kamarák és a kisközepes és akár a nagyobb vállalkozások kapcsolata, és ugye a szakképzéshez is részben vagy egészben, de hozzájárul a kereskedelmi és iparkamara, és éppen itt kapcsolódnék vissza a hiány szakmákhoz, hiszen egyfajta indukáló szerepet, felmérő szerepet tölt be maga az érdekvédelmi testület. Hát azt kell mondanunk, hogy a kamara tagjai, a gazdálkodó szervezetek is támogatják ezt a tevékenységet, hiszen hogyha hiány szakmáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy nekik gazdasági érdekük az, hogy az hiányzó szakmákat képviselő munkásokat be tudják állítani. Itt a megyében például az ácsa gazda, a gépi forgácsoló, a villanyszerelő, a pékcukrász, a húsipari termékfeldolgozó, a szerkezetlakatos, géplakatos, a szociális gondozó, illetve a hegesztő szakmák számítanak hiány szakmáknak. Üzemlátogatások során egyrészt valóban kisvállalkozások is helyszínt adnak, de meg kell mondani, hogy a városban működő nagyobb multinacionális cég is adott már arra lehetőséget, hogy gyárlátogatáson részt vehessenek a diákok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kedves nézőknek pedig felhívnám a figyelmet, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara honlapján folyamatos tájékoztatást kaphatnak a pálya orientáció kapcsán is. Mi pedig most nézzük a további híreket. Az Európai Unióból bárki alapíthat céget Ausztriában, amennyiben büntetlen előéletű és az alapvető feltételeknek eleget tud tenni. Nyugati szomszédunk hazánkból is vár betelepülő cégeket, hangzott el a Hogyan vállalkozunk Ausztriában elnevezési találkozón a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. Egyébként a külföldiek cégalapításától Ausztria azt várja, hogy tovább lendítik a gazdaságukat, valamint osztrák munkavállalókat is foglalkoztatnak majd. Miután Magyarország az Európai Unió tagja, így hazánkból bárki alapíthat Ausztriában is vállalkozást, amennyiben büntetlen előéletű és az iparűzési előírásoknak eleget tud tenni, hangsúlyozta a fórumon az ABA Invest in Ausztria képviselője. Az ABA Invest az osztrák gazdasági minisztérium vállalati letelepedést segítő ügynöksége, ingyenes tanácsadást nyújtanak olyan érdeklődők számára, akik Ausztriában szeretnének céget alapítani. Válaszolnak például a telephellyel kapcsolatos kérdés, valamint információkkal szolgálnak a gazdasági székhelyről. A külföldi cégek betelepülésétől azt várjuk, hogy tovább lendítik az osztrák gazdaságot, különösen igaz ez a K plusz F, vagyis a kutatási és fejlesztési tevékenységekre, és azt is gondoljuk, hogy ezek a cégek osztrák munkavállalókat foglalkoztatnak majd. Mindenről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában szervezett találkozón tájékozódhattak a gazdálkodó szervezetek képviselői. A kamara ugyanis fontosnak tartja, hogy az érdeklődők szakemberektől halljanak a külföldi cégalapítás lehetőségeiről, valamint ha valakinek már van az országhatáron túl vállalkozása, milyen jogszabályokat kell figyelembe vennie. Nagyon sok az érdeklődés, sajnos az olyan visszajelzésünk nincs, hogy az érdeklődésből mennyi üzlet köttetik és hányan indítják el. Folyamatosan küldünk ki külgazdasági kérdőveket, és felmérjük azt, hogy kinek van külföldi érdekeltsége, és úgy látjuk, hogy egyre többen próbálkoznak külföldön, hiszen a gazdasági helyzetből adódó problémákat úgy tudják áthidalni, hogyha minél szélesebb üzleti kapcsolatokat alakítanak ki, és határon túl is próbálkoznak, és ott indítanak vállalkozásokat.
A Kereskedelmi és Iparkamara tervei között szerepel adatbázisának bővítése, amellyel azt lehetne nyomon követni, hogy a külföldön céget alapítók mennyire találták meg számításukat, mennyire sikeresek. Szakemberek tapasztalatai szerint Ausztria és Magyarország között a közös történelmi múltból fakadóan is jellemzőek a kölcsönös cégalapítások, a hazaiaknak pedig előnye, hogy könnyen tudnak kapcsolatot teremteni a nyugati szomszédunkban élőkkel. Ez volt a Vállalkozz velünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara műsora. Legközelebb november végén jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, addig pedig kereshetik a szabkam.hu internetes címet, ahol további híreket és érdekességeket is találnak. Most munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!